A vármegye déli csücskében található Pén 7 tagú képviselőtestületet választottak júniusban. A testületi tagok október 3-án letették az esküjüket. Bakondi Péter polgármestert újra választották, tovább munkálkodhat Pén fejlődéséért. Bakondi Péter polgármester úr vezeti továbbra is a települést, illetve a képviselőtestületi tagok 6 nagyon aktív ember. Látszik, hogy dolgozni is tenni akarnak annak érdekében, hogy jövőkép legyen is a falu, a település jól működjön. Pé, az elmúlt időszakban már sok feladatot ellátott, betöltött, létrehozott, megoldott, sok fejlesztés történt, azonban tudjuk, hogy ez nem elég, és mi szeretnénk tovább menni, akár a régi iskola épületének a fölépítésével, akár az iskola energetikai pályázatával, belterületi utak fölütásával, külterületi utak építésével egy szóval mindent szeretnénk együttesen megoldani. Olyan közösségépítési stratégiát, célfeladatot és településfejlesztési stratégiát tűznek ki, amit a következő években szeretnének megvalósítani. Ezek olyan koncepciók, amelyek előre mutatnak a jövő érdekében, tette hozzá Szabó ország gyűlési képviselő mindenképpen hosszú távon gondolkodunk, és azt szeretnénk, hogy PN, a PI-ek jól érezzék magukat, és jól legyen itt rakni. Ehhez nyújtok segítséget, és megteszek mindent. Péjen a polgármester mellett a képviselőtestület tagja lett Bakondi Zoltán, Dudás Sándor, Farkas László, Feketéné Rabbor Bála, Kis Tibor, Mészáros Kitti.